azóta nincs mentőhelikopter, pedig van szabad kapacitás és bevethető gép is. Tokkal vonóval 50 millióba volt a Dél-Magyarországi Légimentés az államnak. Harkányi úr 10 évig dolgozott a térségben, a mentőszolgálat azonban nem térítette meg a költségeit, a mai napig több 10 millióval tartoznak neki. Valakiknek érdekel, hogy a For Life tűnjön el. Ön jól ismerte korábban Takács urat? Természetesen, hát mikor ő volt az egyik legnagyobb magán földi mentő, akkor kisegítettem és dolgoztunk együtt, helikopterre olyan megbízást kaptunk. Takács Zoltán jelenleg is a Phoenix mentőszolgálat egyik tulajdonosa. A cég többek között betegszállítást végez, miután az egészségügyi kormányzat törölte azt az OMSZ kötelező feladatainak sorából. Na de nézzünk csak vissza Harkányi úr kabinjába. Nekem ráment mindenre, megmondom őszintén. Három padot összetolva alszok itt másfél éve. Harkányi úr folytatja. A mentőszolgálat zűrös ügyeiről beszél. Például arról, hogy a mentőszolgálat hogyan, milyen módszerekkel varta fel az öregecskedő mi kettesek ráncait. 10 évvel fiatalabbra írni egy helikoptert, hát egy autónál tudja, hogy bűnügy, ha megfognak egy trabantot, hogy átütötték a számot vagy az évjáratot. A polgári légügyi hatóság, amelyet egyébként Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter felügyel, mégsem vizsgálódik az ügyben. A tárcavezető ehelyett inkább maga is repül. Egy ehhez hasonló 2 személyes gépen, ami mindösszesen 50 milliót ér.